Kedves nézőink, Penovácz Károly és Szabó Péter Dániel sajtófotóiból nyílt kiállítás a közelmúltban a Szabadidőközpont aulájában. Most erről láthatnak egy összeállítást. Milyen alkalomból szervezték ezt a kiállítást? Ez egy Vándor kiállítás, ami Veszprémből indult. Ugye idén 70 éves a napló. Ennek keretében jött létre a kiállítás, és hát terveink szerint, hogy ez már a harmadik helyszín, Veszprém Nevecser után, és terveink szerint majd megy tovább, hát véletlenül a megye nagyobb városaiban meg fog jelenni. Hány képet hoztak el, és hogyan válogatták ki őket? Hát, hogy hogyan válogattuk, az jó kérdés, az nehezen. 40 kép van itt. Hát, ennyire volt hely az első kiállításon, és a sokkal nagyobb termésből ilyen-olyan szempontok alapján szűkítettük, és így maradtunk a 40-nél. Ön mióta dolgozik ebben a szakmában? Hát a szakmában már jó 30 éve. Melyik a kedvenc képe, amelyik itt van? Én különösen szeretem a sportot fotózni, és talán a sportfotók között lenne olyan, ami ugye sportnál lehetőségünk van visszaadni a küzdelmet is, a reakciót is, akciót, hogy így mondjam, érzelmeket, nagyon gazdag világ, a mozdulatok szépségétől, mondom, a lelki világon át, a sportban minden benne tud lenni, nekem a sport áll legközelebb a szívemhez. Ön milyen képeket hozott az ajkai kiállításra? Többféle fotót is hoztam. Egyrészt zenei képeket, koncertképeket, ugyanis én nagyon sokat szoktam kulturális témában fotózni, és talán az ajkaiaknak is ismerős lehet a Művészetek Völgye Fesztivál. Onnan például két felvétel is bekerült a válogatásba. Az egyik a Harcsa Veronika énekesnőnek egy koncertfotója, a másik pedig a megnyitón készült, amikor a már említett Harcsa Vera a Paja Beával együtt énekelt, egy spontán előadás volt, és ott szépen a napló címlapján jelent meg egyébként másnap, és próbáltam elkapni azt a spontaneitást, ami az egész megnyitónak a sajátja volt. De emellett több várpalotai kép is szerepel a felhozatalban, ugyanis én döntően azon a területen szoktam dolgozni. Ott egy történelmi fesztiválról épp úgy vannak képek, mint a Baba Farsangról, ami szintén nagyon aranyos fotó. Amit még megemlítenék, és amire igazán büszke vagyok, az a Hende Csaba honvédelmi miniszter úrról készült kép, amikor egy szállító helikopterből integet ki teljes felszerelésben. Ugyanis ez a kép annyira tetszett a miniszter úrnak, hogy külön üzent nekem, hogy hadd kérje el, és egyébként ez a mai napig bekeretezve kint van az irodájában is, úgyhogy ez egyfajta személyes siker volt számomra. Mióta van a szakmában, és mit szeret benne a legjobban? Igazából a média világában már nagyon régóta mondhatom azt, hogy születésem óta, ugyanis a naplónál nekem már a nagyapám főszerkesztő helyettes volt, aztán a nagynéném lett az, tehát mivel a harmadik generáció vagyok, aki itt a naplónál dolgozik újságíróként. Éppen ezért már gyerekkorom óta ez számomra nem volt kérdés, hogy ezen a pályán képzelem el a jövőmet, viszont a fotózással kicsit később ismerkedtem meg, körülbelül 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el komolyabban foglalkozni vele, de hát rövid úton a mélyvízbe dobtak a cégnél, hiszen rögtön a fotórovat tagja is lettem, és hát ott aztán pont jött a vörösiszap katasztrófa, ami tényleg egy dupla mélyvíz volt egy fotóriporternek, és ott tényleg kitanultam a szakmát, bár ne kellett volna így kitanulnom. Vannak-e tervei ezen a területen? Hát terveim vannak, időm van kevés, ugyanis nagyon feszített tempóban dolgozunk, és hát igazából a szabadságom alatt szoktam úgy fotózgatni csak a saját kedvtelésemre, de szívesen megismerkednék mélyebben a természetfotózással, illetve foglalkoznék portréfotózással is, talán majd később erre lesz lehetőségem.